Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő és korábbi földművelésügyi miniszter. Köszöntöm, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Örülök, hogy most itt a télküszöbén tudunk közéleti dolgokról beszélgetni. Javában tart a parlament őszi ülésszaka. Milyen kérdések, milyen feladatok kerültek most a képviselők elé? Orbán Viktor miniszterelnök úr a nyitó köszöntő beszédében vázolta a hazánk előtt álló nehézségeket, illetve Brüsszel hazánk irányába tanúsított ellenállását, és központi kérdésként fogalmazta meg a migrációt, amely sajnos egyre mélyül és szélesedik. Mi erről a véleménye? A legkülönbözőbb témák vannak az országgyűlés előtt, és ami a lényegeseket, vagy a legkiemeltebbeket összefogja közülük, az a szuverenitás kérdése. Tehát az, hogy Magyarország független, önálló államként fönn tud-e maradni, és hogyha megvan az önállóság, akkor dönt például arról, hogy milyen legyen az energiapolitika, legyen-e rezsicsökkentés, legyenek a hatósági árak, fönnmaradjanak-e a lakosság részére megállapított kedvezmények, illetve akár arról is dönteni fogunk, remélem pozitívan döntünk, hogy a migrációnál az illegális migrációt azt a határokon kívül akarjuk tartani. Tehát a szuverenitás kérdése, az erre vonatkozó törvény, jogalkotás az, ami kiemelendő, és ez mindenkit érint, minden magyar embert, hiszen amíg a szavazatainkkal döntünk arról, hogy mi legyen ebben az országban, ki legyen a kormányon, ki legyen a miniszterelnök, addig a kezünkben van az ország jövője. Hogyha ez másnak a kezébe kerül, mint hogy már volt erre példa a történelem folyamán, Habsburgok, török, Szovjetunió, akkor valamennyi döntés valahol a kárunkra szól, hiszen az érintettek mindig a saját érdekeiket nézik. Most egy leplezetlen birodalomépítés figyelhető meg a brüsszeli bürokrácia és a mögöttük álló politikai erők részéről. Ennek a lényege egy Európai Egyesült Államok létrehozása, amelyen belül Magyarország lakosságát tekintve körülbelül 2%-kal van jelen. Tehát elemi érdekünk, hogy megmaradjon a magyar függetlenség, megmaradjon az, hogy mi önállóan tudjunk dönteni a saját ügyeinkről, a jövőnkről, mert máshogy ez kikerül a kezünkből, és kiszámíthatatlan következményei lesznek. Illetve ez következmény már látható, hogy azok az országok, amelyek beengedték válogatás nélkül a migránsokat, most nagy bajban vannak, hiszen nem tudják, kik jöttek be, utcézavargások vannak, üntetések vannak, megterheli az országoknak a szociális kasszáját is, tehát krízis helyzetek alakultak ki, ez látszik egyébként az ottani közvélemény, illetve a választási eredményeken is. Még ide kapcsolódik az, hogy ráadásul az illegális migráció mögé, a állítólag jó szándékú civil szervezetek mögé fölzárkózott először a szervezett alvilág, most pedig már terror szervezetek, illetve afganisztáni mohamedán fundamentalista szervezetek is betársultak. Ez egy nagy biznisz, hozzák az embereket, válogatás nélkül próbálják őket átnyomni a határokon. Ennek a közbiztonság gyors romlása egy következménye, ez, ettől is meg kell védenünk munkat, meg kell védeni a magyar embereket. A magyar állampolgárok hogyan tudnak segíteni ebben a folyamatban, hogyan tudnak ebbe beleszólni? Ugye napjainkban tart már a nemzeti konzultáció. Európában egyedülálló az, hogy két választás között is kikérik az emberek véleményét a kormány oldalról. Hát én azt javaslom, mindenki ilyen ezzel a lehetősége, hiszen kap egy kérdőívet, azt néhány perc alatt ki lehet tölteni, és a kormány ennek az alapján tudja fölmérni azt, hogy most milyen a hangulat, és milyen intézkedéseket hozzon a mi érdekünkben. Az emberekért kormányzunk, és ezért mindig napra késznek kell lenni a lakosság vélekedését illetően.
a nemzeti konzultációnak az eredménye? Milyen mértékben tudja támogatni a magyar kormány tárgyalási pozícióit az Európai Parlamentben? Hát mivel ezzel csak mi rendelkezünk, ezért ez egy egyedülálló megerősítése a kormánynak, de hosszabb távon is hasznos, hiszen vannak benne olyan kérdések, amelyek a későbbi évek döntéseit is előkészíthetik. Az Európai Unió követelései között szerepel többek között, hogy most év végére ki kéne vezetni az energia árakkal kapcsolatos intézkedéseket itt Magyarországon, illetve a kamatsapkát. Mi erre Magyarországnak a válasza? Hát alaposan tanulmányozni kell ezeket a kérdéseket. Én csak azt tudom mondani, mint aki fél éven keresztül az Agrártanács vezetője voltam, amikor magyar elnökség volt, hogy nem emlékszem arra, hogy az uniónak ilyen hatásköre lenne, hogy az egyes országok oktatáspolitikájába, energiapolitikájába, gazdaságpolitikájába ilyen közvetlenül beavatkozzon. Nyilván ma már az unió a saját szabályait sem tartja be, eléggé tágan értelmezi például azt, hogy egy szavazásnál mikor van meg a többség, eléggé tágan értelmezni azt is, hogy mi az, hogy jogállam, mert hát spanyoloknál nemrégen még politikai foglyok voltak a börtönben, az mégis jogállamnak számított, vagy Románia is jogállamnak számít, ahol kormányrendelettel törvényeket lehet módosítani, mégis velünk kötözködnek. Tehát mivel a saját szabályokat is eléggé lazán értelmezik, így annak a következményre ránk nézve is nehezen felmérhető. Itt egy diplomáciai küzdelem zajlik majd az elkövetkező időszakban, de bízom benne, hogy sikerül megtalálni azt a megoldást, ami a magyar emberek érdekét képviseli. Sajnos javában tart az orosz-ukrán háború, és ennek következtében egyre nagyobb mennyiségű ukrán gabona áramolna be az országunkba. Ezzel kapcsolatban kell-e, és ha igen, tettek-e már valamilyen intézkedést? A határon a átmenő forgalom engedélyezett, a kelet-európai országok összefogtak, hogy a saját termelésüket fönn tudják tartani, és a dömpingáron érkező GMO-s és Európában nem engedélyezett egészségkárosító hatású vegyszerekkel kezelt gabona az ne kerüljön be a piacainkra, ne tegye tönkre az egészségünket, ne kerüljön az élelmiszerekbe. Az, hogy másoknak ez jó, az legyen az ő dolguk. Nekünk semmiképpen nem jó, emiatt nagyon lement a gabona félékára, ez a termelők jelentős részénél válságot, hiszen bevételkiesésük van, ezzel birkózik most az agrárkormányzat. Hosszabb távon azért azzal számolni kell, hogy a ukrán mezőgazdaság konkurenciája az jelen lesz az európai piacon. Ez már 120 évvel ezelőtt is így volt, akkor orosz gabonaként fektette két vára jóformán az osztrák-magyar monarchiának a termelését, és szinte független a háborútól, ami most befagyni látszik, jön a tél is egyébként, tehát a hasonlat ebből a szempontból is helytálló, megmerevettek a frontok, ez biztosítja azt is egyébként, hogy a ukrán területeknek a megművelését azt tudják folytatni. Ezek nagyrészt amerikai, holland, német kézen lévő területek, és a világ Csernozjon, tehát mezőségi fekete föld vagyonának mintegy 63-67%-a van Ukrajnában. Ez azt jelenti, hogy ott másfél méter vastag a humusz, ez Magyarországon mondjuk 20-30 centi, néhol több, néhol kevesebb. Tehát ez egy igazi jó termőföld, és még az oroszoknál van vagy 17%, és akkor a többi pedig a világ más részei. Tehát ez egy egyedülálló adottság, és hát most ez mint egy jó termő terület, a búzán, napraforgón, kukoricán keresztül megjelent az európai piacokon. Nálunk van először válság, ebből utána majd megy ez nyugatra is egyébként, tehát eléri a nyugat-európai termelőket, és kétségessé tesz, hogy Európában lehet-e nyereségesen termelni, hogyha olyan életszínvonalat, olyan élelmiszerválasztékot akarunk fenntartani, amit eddig egy környezetbarát termelés van az Európai Unióban, hogyha nem lennének az előírások, lehetne szabadon bármiféle vegyszert használni például, akkor itt is versenyképes lenne, itt is olcsóbb lenne természetesen, csak nem lenne annyira egészséges.
Tehát egy előnytelen versenyhelyzetben vannak az európai gazdák, akiknek a kezét megkötik az előírások, ezek pedig nem vonatkoznak az Ukrajnába dolgozó multinacionális cégekre. Maradjunk még egy kicsit a mezőgazdaságnál. Egy nagyon forró, száraz nyáron vagyunk túl, és ezt egy ugyancsak meleg szeptember, illetve októberi időszak követte. Az őszi vetések milyen állapotban indulnak neki a télnek? Látjuk a határban, hogy a karcagon a száj volt, az ősz is száraz volt, a munkákat sikerült elvégezni, de hát lehetne szebb is a határban a kép. Egyébként a növényzet általában behozza a lemaradást, és most esett mintegy 100-120 mm csapadék, hát eltérő mennyisége most tegnap is volt, vagy 18-20 mm, ha jól láttam a saját mérőmön, tehát minden csepp most nagyon számít. A talaj felső rétege az átázott, 30-35 centinél tartott, van ahol 50 centinél a nedvesség, ennek kellene összeérni az alsó nedvességgel, ami hát még odébb van. Én bizakodó vagyok a jövő évet illetően. Hajdú-Bihar megyében megjelent a madár influenza. Milyen mértékű ez? Kell-e az állattartóknak ettől most tartania? Madárinfluenza mindig volt, vándormadarak hozták és vitték is. Ez egy fertőző betegség, kiirtja az állományt. És általában az volt a jellemző, hogy ilyen időszakonként, két évente, az év adott hónapjaiba jelent meg. Most viszont az történt, hogy már az év egész időtartama alatt problémát jelent. Zárt helyen kell tartani a tyúkot, vízi szárnyasokat, mert máshogy komoly pusztítást tud végigvinni. Különösen a nagy telepeken, ahova mondjuk hallja a madaraknak a hangját a vándormadár, vagy látja, hogy ott ki van rakva valami eleség, akkor berepül, akkor már le is fertőzte az állományt. Tehát nagyon komoly károkat jelent, meg vannak azok az előírások, amelyeket be kell tartani, és akkor meg lehet védeni a szárnyasokat. Sajnos, hogyha valamilyen lazaság van, vagy nem tökéletes a védelem, akkor be tud ütni a járvány. Hamarosan itt vannak a karácsonyi ünnepek, és ebben az időszakban egyre sűrűbben kerülnek az asztalokra a különböző halételek. Mit prognosztizálnak a szakértők a hal fogyasztásával kapcsolatban, illetve az árakkal kapcsolatban? Hát 2010 környéken olyan 3-4 kiló volt az egyfőre jutó éves halfogyasztás, ez most 6 kiló fölött van. Hozzátartozik, hogy le kell belőle vonni a tengeri halakat, és ebbe beszámítanak ezek ilyen herkentyűk, ilyen kagyló, meg rákfélék is. Tehát nőtt a fogyasztás mindegyik kategóriából, és hát remélem, hogy ez folytatódik. Most annyit segít a helyzet, hogy valamivel olcsóbb állítólag a halaknak az ára a piacon. Én nem tudom így összehasonlítani, mert ugye többféle van, de a statisztika ezt mutatja. Én bízom benne, hogy sokan fogyasztják, bár itt Karcagon az igazság, hogy a hal az nem egy régi hagyomány karácsonykor, mert egy sülpacsa volt, meg disznótoros, tehát még a halfogyasztásból a karcagiaknak van mit behozni a lemaradásból. Miniszter úr, hogyan látja városunk, illetve a térség beruházásait, fejlesztéseit? Látszik az, hogy egy gazdasági pesgés van Karcagon és a környékben is. Épül a 4-es autópálya, hamarosan eléri a város határát. Különböző vállalkozások települnek le az autópálya mellett, és hát Karcag is elmondhatja azt, hogy itt komoly lehetőségek előtt állunk. A városban közműfejlesztések vannak, bölcsöde épül, elkészül a milánói pavilon, hamarosan egy sportkomplexum van folyamatban, és hát a Kisújszállási úton, aki megy, akkor látja, hogy egy ilyen beton elemgyár beruházás is folyik, tehát én azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy Karcagon folyamatos a fejlődés, ez építkezésekben is megnyilvánul. A közterületeken is látszik egyébként, hiszen itt a közelben is komoly munkálatok folynak, csapadéke, vízelvezetési munkák, és ide tartozik, hogy akik szeretnek kirándulni, most már az Ádorhidat is meg tudják könnyen közelíteni, hiszen az oda vezető útnak a felújítása is megvolt.
Én bízom benne, hogy jövőre is ez folytatódik. Itt ipari parki fejlesztésekről is, beruházásokról is van szó. Hát jó év kell a mezőgazdaságban, egyáltalán az iparban, és az ország számára, és akkor ez a munka ez be fog majd élni. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek köszönöm szépen a figyelmet. Tartsanak velünk az elkövetkezendőkben is. Viszontlátásra!